Szavazz a Demokratikus Koalícióra, a hármas számú listára. Ugye ilyenkor most az van, hogy aki a Facebookon követ bennünket, az valahol a jobb felső sarokban kap egy üzenetet, hogy megint lehet nézni ezt az élőadást. Ez itt a DKTV, ezt nem tudom, hogy kitalálta ki ezt a nevet, de végül is leírja azt, amiről szó van. Tehát itt lehet bennünket nézni, elsősorban azok számára fontos ez, akik egy picit DK-s szimpátiával követik a nap eseményeit. Gréci Zsolt ül mellettem, én Vágó István. Köszönöm szépen. És Zsolt az, aki a szemét a híreken tartja, ugye? Igen. Hogyha tudsz mondani újdonságot, akkor mondjál, légy szíves. Például, nem tudom, tudtad-e, hogy sosem volt még országgyűlési választás április 8-án. Volt április 7-én, 2002-ben az első forduló, április 9-én, 2006-ban az első, de pont 8-án még sosem. Hát ez nagyon érdekes. És ezt ne úgy értsék, hogy a jelenkori választások sorában 1848 óta meg... Ja, így érted? Igen. Ez így érdekes. 1848 óta még soha nem volt, hát akkor most történjenek csodák, akkor nem? De. Mindenki menjen el szavazni, és hármas lista. Igen. Az a DK listája. Van probléma a mozgóurnákkal. Például nem lehet mozgóurnát igényelni, mert nem megy a választás.hu-nak ez a funkciója, pedig ma 15 óráig lehetne még a választás.hu-nak igényelni. Igen. Aztán ugyancsak ilyen úgynevezett kis szíves. Bocsánat, én úgy tudom, hogy nagyon sokan már előre bejelentették, igen, hogy mozgóurnát szeretnének, azokkal nem lesz gond. Igen, remélhetőleg. Azon, igen, szerintem azon. Igen, de hát ma is, vagy tegnap este is történhetett bármi, amiből arra kellett következtetni, hogy mozgóurnára még lehet vannak szükség. Vannak még ilyen kis színesek, például két szavazóhelyen is bejelzett a tűzjelző, a 84-es és a 85-ös szavazókörben. A tűzoltóság átvizsgálta az épületeket, de ez nem lassította a szavazást. Aztán két napja kapta meg a szavazólapját egy Kanadában élő választó, amit tegnap éjfélig kellett volna visszaküldenie Magyarországra. Hát ilyen kis... De ezeken úgy átsiklunk, de valójában ezek rengeteg busszúságot okoznak, azt gondolom az embereknek. Aztán egy információ, hogy az átjelentkezőknek kötelező a borítékba tenni a szavazólapot és leragasztani, másoknak ez nem kötelező. Bocsánat, a kollégákat kérném szépen, hogy segítsen. Nyugodtan gyertek be adásképbe, de nincs a fülemben a hallgató. Meg fogjuk csinálni. Mert hogy arra számítunk, hogy telefonok is jönnek, így. Az elején mutattunk telefonszámot, és ezen a fülemen kell majd, hogy jöjjön a betelefonáló hangja. Ennek különböző de én is szívesen segítek, ha már itt ülök. De mellett, te látod, hogy hova esett? Igen, tessék. Beleteszed? Hogyne. Köszönöm, kedves kollégák, mi megoldottuk a problémát. Mert az élőadás varázsához ez is hozzátartozik. Ez olyan, mint egy tévéműsor? Igen, ez annál valamivel bensőségesebb. Igen. Most egy kicsit lassítunk a híreken, mert most már elkezdtek közölleni. Na mond. És megmutatjuk önöknek, hogy mi zajlott a Móricz Zsigmond körtéren, ott G. Németh Erzsébet, a DK jelöltje, és Gyurcsány Ferenc a DK elnöke kampányol. Mehetünk? Ez egy olyan kerület az Újbudának ez a része, amely nem automatikusan nyerhető, de elképesztő adataink vannak itt a reggel. Én ebben csókolom. Igen, nagyon bízom benne. Azt gondolom, hogy ez a csapat, amelyik itt van mögöttem, mindent megtett a győzelemért, úgy, ahogy a DK országosan, most már csak a választókon múlik. Ha elmennek, szavaznak a G. Németh Erzsébetre és a hármas listára, a DK listára, akkor szerintem itt Újbudán is győzünk. Újbudaiak, győzünk? Hallják? Halljátok? Gyerünk! Jaj, Istenem, az élő adás varázsa. Igen. Ezt szokták mondani, ebbe bele kell pusztulni. Nem, nem. Ezt lehet élvezni is, de hát előfordulnak ilyen dolgok. Én kifejezetten élvezem. Például nekem... azt írja az Index, hogy sokan vannak a Rózsadombi Áldás utcai szavazókörnél. 11 órakor ugyanis Gyurcsány Ferenc a DK elnöke szavaz ott, és aha, ott meglehetősen... Szavazott vagy szavaz ott? Szavaz majd ott, aha, különírva. Jó, igen, tehát, fontos. Ott fog szavazni, és... Úgy látszik, ez egy jelentős média esemény is, és amúgy is sok civil érdeklődő. Igen.
Ezt gondolom, hogy ez is jó dolog. Úgy van, de mint mondtam, ugye nekem azért kell ez a fülhallgató, mert hogy telefonokra is számítunk, úgyhogy majd az én kollégáim fogják jelezni, hogyha majd érkezik ilyen telefon. El kell mondanom, hogy ez a telefon ugye bejelentkezés, és utána mi hívjuk vissza az érdeklődőket, és a mi költségünkre fog menni ez a telefon. Addig viszont én azt tanácsolom, illetve nem tanácsolom, de talán érdekes belenézni az ellenoldalnak a hírszolgáltatásába is. Igen. Például az egyik, nem fogom megmondani, hogy melyik híroldal. Jön a telefon? Igen, és akkor majd később ezt mondom. Halló, halló. Halló, halló. Kezi csokolom, kihez van szerencsém? Ági vagyok. Kedves Ági, csokolom a kezét. Remélem, hogy a hallgatók is hallják jól. Én hála Istennek jól hallom. Parancsoljon! Nekem olyan kérdésem lenne, hogy mi lesz Karácsony Gergő, mit fog csinálni, hogyha bejutnak, viszont ő úgy nyilatkozott, hogy nem fog foglalkozni a Gyurcsány Ferenccel és a Bajnai Gordonnal. De hogy értett? Hogy érthette? Te hallod a betelefonálót, Zsolt? Nem. Szóval az a kérdése Áginak, hogy igen? Mit fog csinálni, megpróbálom neki is elmondani, hogy mit fog csinálni Karácsony Gergő, ő a szóvivő, majd ő mindjárt viszi a szót, tehát hogy mit fog csinálni Karácsony Gergő, mert hogy azt nyilatkozta, hogy ő nem fog foglalkozni Gyurcsány Ferenccel és Bajnai Gordonnal, jól mondom? Igen, igen. Ezt olvastam az oldalán, a Facebook oldalán. Ezt Karácsony Gergő tette közé? Aha. Igen, hát akkor átadom a szót, hadd vigye a szót. Igen. Igen, van rá egyszerű válaszom. Szerintem nekünk, szövetséges pártoknak, főleg a választás napján már nem érdemes egymással foglalkozni. Mi abban bízunk, hogy nagyon sokan elmennek szavazni. Nagyon bízunk abban, hogy az esélyes jelöltekre szavaznak, ezek legyenek a baloldal által megnevezett jelöltek, lehetőleg a Demokratikus Koalíció jelöltjei a hármas listával együtt. És ha megnyertük a választást, remélhetőleg így lesz ez ma este, ebben bízunk, akkor utána koalíciós tárgyalások lesznek, amin egyébként nyilvánvalóan a Demokratikus Koalíciót Gyurcsány Ferenc elnököt fogja képviselni, és utána ott majd el lehet dönteni, hogy kiből lesz miniszter, és milyen kormányprogramot valósítunk meg, de hát egyelőre szerintem foglalkozzunk azzal, hogy minél több. Hogy nyerjünk. És hogy nyerjünk, igen. Így. De na, most nagy valószínűség lesz, még hozzáteszem, ugye, mert Ági azt mondja, hogy és az a fontos, hogy nyerjünk. Hát az a hírem van, hogy nagy valószínűség, a DK nem fog nyerni. De a DK körül csoportosuló erő, igen. Hát azok legalábbis számítunk arra, hogy ez az oldal, ez nyerni fog, és akkor, ahogy Zsolt is mondta, nyilván elindulnak majd a tárgyalások, hogy hogyan tovább. Egyelőre ez a legfontosabb, kétségtelen. És még azt szeretném megkérdezni, hogy mi lesz az ukrán nyugdíjjal? Ukrán nyugdíjjal, azt kérdezi Ági. Tudja, amit nem én fogok erre válaszolni, várjuk Gyurcsány Ferencet ide ebbe a stúdióba körülbelül mikor? Várjál, itt van a... Miután szavazol? Ő fog válaszolni erre. Tehát most azt mondja Zsolt, hogy 11 körül szavaz ott igen. Gyurcsány Ferenc, és aztán nagy valószínűséggel bejön ide a stúdió, megteszi azt Ági, hogy nézd bennünket, hogy olyan óra múlva is? Igen, csak az a probléma, hogy se kép, se hang nincs. Se kép, se hang nincs? Igen, már többen írtuk. Hát, de ez most már változott, remélem. Most nem hát a Facebookot nézi, csak telefonál? A telefonomon van, a Facebookon, igen. De most már kell, hogy rendben legyen a kép is és a hang is. Eljöttem, ott hagytam a telefonomat. De utána fogunk nézni, most egy picit elment a hangja, nehezebben hallom. De az a tanácsom mindenképpen, hogy körülbelül egy olyan órán belül itt lesz megint Gyurcsány Ferenc, és akkor ő maga fogja elmondani a választ erre a kérdésére, jó? Jó, és arra ugyan tudnának-e válaszolni, hogy mivel elvette ez a gyönyörűséges miniszterelnökünk a rokkanyugdíjamat, mert én vele született csípőfica, most vagyok. És a legelső nekihúzása az 25 ezer akárhány száz forint volt, és még most tartok a 30 ezer akárhány száz forintnál, és 62 és fél éves vagyok. Uh-huh. Hogy akkor most én nekem a nyugdíjam az hogy lesz? A férjem az szegény 43 évet ledolgozott, és csak 120-130 a nyugdíja. Uh-huh.
Pedig a Szolnok cukorgyár az nagyon jó fizetett. Jó, erre én most nem fogok tudni válaszolni, de megígérem, hogy ezt a kérdést felteszem. Nagyon vágó úr. Jó? Péci úrnak is köszönöm, hogy visszahívtak. Köszönöm szépen én is. Szép napot, hajrá, Béka! Köszönöm, csakolom. És akkor most Niedermüller Péternek az anyagát fogjuk megtekinteni, ugye? Na nézzük. Mehetünk? Niedermüller Péter vagyok, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 4-es számú választókerületében. Kérem, az egyéniben szavazzon rám, a pártlisták tekintetében pedig a 3-as számú listára, a Demokratikus Koalíció listájára szavazzon. Bauer Tamás vagyok, a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltje, a Magyar Szocialista Párt, a Szolidaritás, a Párbeszéd és a Liberálisok támogatásával. Azért indultam el, ahhoz kérem az önök támogatását, hogy felszámolhassuk, megdönthessük Orbán Viktor önkényuralmi rendszerét, és helyreállítsuk Magyarországon a demokráciát. Azzal, hogy véget vessünk a társadalmi igazságtalanság szélsőséges rendszerének, és visszatérhessen az ország a szolidaritás elvű politikához. Azért, hogy véget vessünk annak, hogy Orbán Viktor hidegháborút vív az Európai Unió ellen, és visszavezessük Magyarországot az európai integráció, a felzárkózás, a gazdasági növekedés, a növekvő jólét útjára. Ehhez kérem az ön támogatását április 8-án szavazatával támogasson bennünket. Ez nem a Niedermüller Péter volt, ő volt korábban, ez Bauer Tamás volt. Így, akinek szintén nagyon drukkolunk. És... nagyon, hát különösen, hogy az én körzetemnek így, a jelöltje. És nagyon bízunk abban, hogy ő is igen, nagyon jól fog szerepelni. Említettük ezt a mozgóurnás problémát, és hogy milyen, hogy úgy mondjam, omnipotens vagyok a mai napon. Gyorsan ki is adtam egy közleményt erről. Igen, te ezt nagyon tudod. Úgyhogy úgy, ezt most gyorsan felolvasom, csak hogy mindenki tudja, hogy a Demokratikus Koalíció itt a DKTV-ben is ott tartja a kezét az események ütőerén. Na, mit írtál? Hosszabb ideig egyáltalán nem működött a választás.hu honlap, jelenleg pedig több funkció nem érhető el, többek között a mozgó urna igénylése. A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy az illetékesek azonnal hárítsák el a hibát, és nyilatkozzanak arról, hogy milyen gondatlanság vagy szándékosság van az információk eltitkolása mögött, mint ez Gréci Zsolt, a DK szóvivője. Ez nagyon ügyes szöveg, csak gratulálni tudok. Biztos vagyok benne, hogy ők ezen dolgoznak. Mármint, hogy ne jusson el az információ, vagy az, hogy működjön a holnap. Igen. Tehát ők ezt nyilván észlelik, és én magam is látok olyan üzeneteket, hogy bizonyos funkciók nem működnek. Itt azért fontos, hogy egy ilyen közleményt kiadjunk, hogy legyen nyoma, hogy itt problémák voltak. Tehát ez olyan, mint amikor picit, tehát lehet számítani, hogy az érdeklődők az interneten megnézik, hogy mi van a választás.hu-n, hogy mi hogyan áll, meg hogy ki hogyan szerepel, de egy kicsit ez olyan, mint amikor a köztisztasági vállalat azt mondja, hogy felkészültünk a térre, és aztán minden beáll, és nem történik semmi. Felkészültünk csak a térre, csak a hó egy kicsit. A hó, zavarta. Igen, ez egy váratlan fordulat, hogy igen, esik a hó. Manapság a közölemi kutatókat meg a választók zavarják, én úgy látom. Erre nem kellene nekem reagálnom, mert ez egy komplikált história. Egy dolog biztos, ha már említed, hogy itt nagyon sok közvélemény kutató különböző eredményeket tett közzé. Ezek közül néhány eléggé szélsőséges eredményt vár. Ennek valami olyan hihetetlen következményei lehetnek, hogy ha bejön, akkor kétségtelenül ő lesz a császár. Ha nem jön be, akkor szerintem annak vége. Hát szerintem... Ugye, most nem is akarok említeni egyiket se, de túl sokat, én szerintem túl sok számot tettek közzé az előjelzéseikbe, ami ha nem jön be, akkor azt fogják mondani innentől kezdve, hogy hát ezek hülyeségeket írtak. Hát meg az az igazság, hogy ezeknek a
úgynevezett közvélemény kutató cégeknek egy jó része bizony pártkötődésű. Teljesen egyértelműen pártkötődésű. Igen, de, hogy sőt, ha hülyeséget, már úgy ér, bocsánatot kérek. Tehát, hogyha a valóságtól nagyon, mint később ki fog derülni, a valóságtól nagyon elrugaszkodott adatokat tesznek közé, elveszítik a hitelüket. Igen, de szerintem ez őket nem érdekli. Ki van zárva? Miután, ha pártokhoz kötődnek ezek a cégek, döntő többségükben teszem hozzá, akkor ők a párt megrendelésére tesznek közé számokat, és az mindegy, én hogy ez értem. Utólag rontja az ő hitelüket, a politikai cél az aznapra szól, hogy befolyásolják az olvasókat, a tévénézőket, jó, ezek természetesen spekulációk, amikről mi beszélünk, de és semmit nem tudunk bizonyítani. Nem az, hogy ők párt pénzeket kapnak-e, hanem hogy ők eltorzították-e a felméréseiket. De gyanúsan mindig egy irányba húznak, egy igen. irányba torzítanak, igen. ez kétségtelen. Akkor gyorsan keresünk néhány színes hírt, mert hogy vannak ilyenek. Tessék. Például Hágában nagyon kellemesen zajlanak a választások, ott nincsenek tömegek, de például... Az nem jó hír. Viszont van olyan igen. is, hogy aki több ezer kilométert utazott azért, hogy el tudjon menni szavazni. Japánban van egy indexolvasó, aki 2200 kilométert utazott egy X-ért. Köszönöm a szívét. Majd utána gondolom visszaül a vonatra és újra megteszi azt a 200 kilométert. De egyébként Új-Zélandon is volt, aki ez ügyben már úgy gondolta, hogy neki el kell mennie szavazni, és akkor el tudja mondani a véleményét, és részt tud venni a magyar közvélemény formálásában. Muszáj elmesélnem valamit, vagy igen. van valami sürgős? De szerintem ez a hír még érdekes, és utána gyorsan elmondok. Lebukott egy fideszes szavazóköri delegált Heves megyében, Gyöngyös felsővárosban, az érintett választókerületben egyébként... Hát, hogy úgy mondjam, érdekes a helyzet, mert ott ugye az MSZP is visszalépés, stb. Egy választó jobbikos pólóban ment szavazni, a fideszes delegát pedig úgy tett, mintha lepecsételni a választó szavazólapját, közben pedig ezt mégsem tette meg. Ezt azonban egy másik párt delegátja észrevette, és a csalás rögtön jelezte a bizottságnak. A fideszes szavazószámlálót eltávolították a bizottságból, az ügyet jegyzőkönyvbe vették. Muszáj mondanom, hagyjuk az én történetemet, mert ez ennél fontosabb. Igen. Szóval, hogy összesen kb. 10 000 választókör van, ugye jól mondom, nagyságrendileg. És ezekben általában a Fideszhez közel álló tagok ülnek. Uh-huh. Valamitől nem sikerült mindenhova ellenzéki szavazót delegálni. Hogy ez miért van, én ebben nem mennék bele. De hihetetlen nagy a felelősség. Nekünk is. Azoknak is, akik ott ülnek, tehát tessék szíves lenni, figyelni minden mozzanatra. Ez jó hír, hogy valaki ezt kiszúrta. Közben megérkezett a hír, hogy Gyurcsány Ferenc azzal fogadta az újságírókat az Áldás utcában, amikor elment szavazni, hogy tavaszi szél vizet áraszt, Magyarország kormányt választ. De kár, hogy nem úgy rímel, hogy vált. Tavaszi szél vizet árt, Magyarország kormányt vált. Hát jó lett volna, de sajnos viszonylag kevés esélyt láttam volna. Azt akkor most megnézzünk egy videót, aztán jövünk vissza. Jó! Ez ugyanaz a Pali, ugye, aki az előbb itt ült a helyeden? Igen, és igen. És a kedves felesége. Igen. Legyen áldás a mai napon, ha már az Áldás utcán ez jó. Szavaztak. Ez jó. De elképesztő, amit ez a Pali csinál. Nem? Te Gyurcsány? Hát én most már többedik kampányban láttam, hát brutális. Ez hihetetlen. Igen, a munkabírás. Igen, jobban. Igen, igen. És nem látszik rajta. Nem látszik rajta, hála Isten. Megint be fog jönni hozzánk.
Igen. Igen. És meg is ígértem, ugye, egy betelefonálónak, hogy majd válaszol a nyugdíjakkal kapcsolatos, ukrán, illetve magyar nyugdíjakkal kapcsolatos kérdésekre, és még elmegy különböző helyszínekre is. Igen, például járt Niedermüller Péternél is, és azt most meg is fogjuk mutatni. Na nézzük. Moszkva téren vagyunk már, itt a tér közepén Niedermüller Péter, Bauer Tamás körzetei majdnem itt találkoznak. Milyen a hangulat? Melyikötök érez valamit? Valaki? Tamás, nem tudok mit érezni, egy optimista ember vagyok, én csupa jót érzek. És azt gondolom, hogy lehet érezni a levegőben, hogy van valamilyen illata a változásnak. Kisütött a nap, jó idő van, nem tudom elképzelni, hogy ne legyen sikeres ez a kampány. Tamás, te érzel valamit? Te racionálisabb ember vagy. Én nagyon racionális vagyok, és abban reménykedem, hogy ez a tél hamarosan ismét Moszkva tér lesz, hivatalosan is, hiszen Talós István a televízióban is Moszkva térnek nevezte tévedésből, figyelmetlenségből, most meg lesz a lehetősége, hogy ezt érvényesítse a hivatalosságban is. Miközben jöttünk át a Móriczról ide, átjöttünk egy ilyen távollakó, de itt szavazó egyetemistáknak a körzetén. Nem viccelegelek, ha ott nem volt 400 méter hosszú sor, nem túlzok, és álltak türelmesen sorban, nyilván nyomkodták a telefonjukat, és kiválják a sorokat, elképesztő hangulat van. Na, legközelebb, honnan jelentkezünk? Jaj, emlék most én is szavazni. Ad a helyzet, úgyhogy Szabadófülke környékéről jelentkezünk, hármas lista. Hát ez nagyon, nagyon izgalmas ez a két kerület, ugye a hármas és a négyes választókörzet. Igen, Niedermüller Péter és Bauer Tamás. Úgy van. Igen. Mind a kettő egészen kitűnő ember. És hát izgalmasak voltak a visszalépések. Hát nem nagyon voltak. Nem nagyon voltak. Niedermüller Pétert, azt hiszem, hogy Ungár Péter szólította fel, hogy lépjen vissza. Bauer Tamásnak is vannak érthetetlenül még versenyben lévő. Ellenfelei, de ezek ellenfelek mind. Jaj, ezt elfelejtettem neked elmondani. Képzeld el, hogy ezt a kerületet én jobban ismerem, mert ott lakom. Bauer Tamás kihívta vitára Gulyás Gergelyt. Gulyás Gergely a Fidesz jelöltje. Feltett neki 8 kérdést, ezt le is írta és sokszorosította. Tehát nyilvánvalóan elkerültek hozzá a kérdések, elkerültek a választókhoz is a kérdések. De nem nagyon jött erre reakció. Körülbelül 4 vagy 5 jegyezhető, tehát fontos kihívója van még Bauer Tamások kívül Gulyás Gergelynek. Ezek közül az egyiknek elfogadta vitára a meghívását. Kiét? Biztos az LMP. A Momentumét. A Momentumét. Tehát létrejött egy vita Gulyás Gergely, a Fidesz jelöltje, és a Momentumos fiatalember között, miközben olyan érdemi kérdés, fontos kérdéseket írt le előre Bauer Tamás, hogy azokra illett volna válaszolni, de nem jött válasz. De a Niedermüller féle történet azért is fájdalmas. Úgy van. Mert ott Ungár Péter esetleges visszalépése nagyon jelentősen javította volna a demokratikus ellenzéki oldal győzelmi esélyeit, és ráadásul Ungár Péter már tehát ajánlásgyűjtések idején is, hát hogy úgy mondjam, meggyűlt a baja a jogszabályokkal, mert hogy nagyon sok úgy, halott írt alá valamilyen rejtélyes oktárfogva Ungár Péternek, és egyébként tegnapi hír volt, és rendőrségi eljárás indult Ungár Péter ellen, ez egy tegnapi hír. Választási csalás gyanúja merül fel, és ennek ellenére ott van a neve a szavazólapon, nem lépett vissza, és hát az LMP történelmi felelőssége, hogy ha ez a körzet elvész, az Ungár Péterre leadott szavazatok miatt, már látni fogjuk az adatokat, akkor itt bizony súlyos felelősség fogja terhelni. Bár tulajdonképpen ez egy lejátszott dolog, hiszen Szandi és Varga Mihály mellett állt ki. Már kicsoda? Szandi. Igen, igen, az egy nagyszerű, kedves énekes, tudom, az én barátom. 1989-ben, amikor az első lemeze megjelent Szandinak, akkor 13 éves, akkor engem a Fenyő Miklós felkért arra, hogy írjak egy ilyen ajánlót a Szandi lemezborítójára,
Úgyhogy Szandi első lemezének, lemezborítóján ott a nevem. Igen? Aki ajánlja Szandit, aha, a kedves zenehallgató figyelmében. Én pedig a TV2-ben közösen vezettem vele műsort. Úgyhogy azt mondtam, hogy igen, látod, összekötődnek ezek a történetek, igen, viszont rád már vár egy telefonáló. Honnan tudod? Minden tudom. Ez szóvivőnek tudja. Állítólag Tiroska van a vonalban, kezicsókolom. Halló? Halló, halló. Hát ez sajnos nem jött össze. Rosszul tudtad, Zsolt, ne hozz rám a frászt, látod, légy szíves. Látod, igen, lehet, igen, hogy Tiroska, lehet, hogy megpróbáljuk újra felhívni, és igen, akkor esetleg megtudunk még néhány dolgot. Ja. Téged mennyire zavar vagy furcsálod azt a helyzetet, hogy ezek az úgynevezett celebek, sportolók, zenészek, stb. Nem utogass. Általában... Mi? Nem utogass. Igen. Légy szíves. Igen. Általában így az utolsó pillanatban mindig megjelennek a Fidesz környékén. Ez valóban azt gondolod, hogy ez egy Fideszbe vetett hit, vagy azért a sok támogatásért, ami oda lecsúran cseppen, azért van ez az egész. Ne feledd szabad, mert állítólag most sikerült a kapcsolat a telefonálóval. No, hát akkor halljuk. Nem, az én kollégáim azt mutatják, hogy nem sikerült. Mit akartál mondani? Szóval mit szólsz te ehhez, hogy ilyenkor megjelennek a focisták, zenészek, színészek, figyelj, nem tudom én kik. Nagyon nehéz erre valamit mondani. Én nem zárom ki, hogy azok, akik megszólalnak, azok történetesen jól jártak azzal, hogy a Fidesz van, vagy volt hatalmon. Ezt ne zárjuk ki. Tehát van egy eléggé széles réteg, amely azonban, és ez a legfontosabb, messze nem a többség, és ez a baj vele. De hát van egy széles réteg, amelyik jól járt az egykulcsos adóval, jól járt, hogy rengeteg felkérés kapnak, nagyon jól jártak ezekkel, és ők valóban lelkileg is hiszik, hogy ők nekik ez jó. Van, természetesen olyanok is vannak, akik ezt a meggyőződésüket vagy az érzésüket és ezen az oldalon elárulták, vagy eladták. Igen? Miért nincs így ezen az oldalon? Tehát egy-egy színészről, zenészről... Azért, mert ennek váratlanul kockázata lett. Mondhatok személyeset? Hát, hogyne. Ha gondolod. Én 2010-ig elég sok helyen léptem fel. Hát nevezzük nevén, hakniztam. 2010 óta olyan meredeken zuhant a meghívásaimnak a száma, hogy azt nem lehet arra fogni, hogy egyik hónapról a másikra egy vén trotty lettem. Vén trotty lettem, ez igaz. Csak 2010-ben volt egy olyan váltás, amit nem nagyon tudok másra fogni. Ez 3-4 éven belül odáig ment, hogy egyáltalán nem hívtak már sehova, és erről ezt tudjuk, hogy ez így működik. Hát a legviccesebb elem akkor volt, amikor az Operett Színház egyik kitűnő művésznőjét nem engedték fellépni egy vidéki városban, mert hogy azt hitték, hogy a lányom. Nem a lány, nem is ismerjük egymást. De valaki elterjesztette, hogy ez a vágónak a lánya, nem merem névvel megmondani, hogy kiről van szó, de ki tudott találni a vezeték nevét, viccelek. Erre azért, is képes vagy. Egyszerűen azért, mert azt gondolták, hogy az az én lányom, tehát az ő lehetőségei is bezárultak. Utána én írtam egy közleményt, hogy hagyják őt szegény békén, semmi közünk egymáshoz. Uh-huh. És akkor nyilván ez rendbe jött, de hát ez így működik. Uh-huh. Na, közben kapok egy olyan hírt, hogy a Kertész utcában, ami itt ez a 6.-7. kerületi választókörzet, több mint 100 méteres sor áll. Jól van, hajrá, Olá Lajos! Hajrá, Olá Lajos! Akkor most megnézzünk egy kis összefoglalót arról, hogy egy következő kormánynak mit kellene csinálni az első 12 órában. Leváltjuk Pólt Pétert, különleges ügyészi hivatalt állítunk föl, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. 2. Jelentősen emeljük a béreket az egészségügyben, megduplázzuk a CT-k és MR-ink számát. 3. Törvénybe foglaljuk, hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt Magyarországon. 4. Megemeljük a béreket, törvényben garantáljuk, hogy a minimálbér érje el a mindenkori létminimumot. 5. Megszüntetjük az ukrán nyugdíjbizniszt,
és a szavazatvásárlás. Hat nyugdíjkorrekciós programot indítunk el, és megfelelő gazdasági növekedés esetén infláció felett emeljük a nyugdíjakat. 7. Zároljuk az oligarchák vagyonát, kárpótoljuk az Orbán rendszer kárvallottjait. 8. Alapjoggá tesszük az internet hozzáférést, ingyenessé tesszük az alapvető internet szolgáltatásokat. 9. Újra 18 évre emeljük a tankötelezettség határát, két tannyelvű oktatást, digitális iskolát vezetünk be. 10. Megszüntetjük az egyházak kiváltságait és kiemelt állami támogatását, kivizsgáljuk a papok gyermekmarasztalási ügyeit. 11. Így mutatom. Jelentősen emeljük a családi pótlékot, felszámoljuk a gyermekéhezést. 12. Ingyenessé tesszük az alapvető áram, víz és gázhasználatot, leállítjuk Paksot, támogatjuk a megújuló energiát. Ez az első nap. Április 8-án szavazz a Demokratikus Koalícióra, a hármas számú listára. Én rengeteg olyannal beszéltem, aki megnézte ezt a videót, ezt a 12 órás videót, és azt mondja, nem is beszéltem ilyenekkel, olvastam ilyen elemzést, hogy ez egy hülyeség. Hát 8 órakor nem tudjuk leváltani Polt Pétert. És 9 órakor nem tudjuk megváltoztatni ezt meg azt meg. Nem lehet 14 órakor bevezetni a 18 éves tankötelezettséget. Nem értik. Légy szíves és mondd meg nekik a saját szóvivői személyiségeddel, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy 8 és 9 óra között leváltjuk Polt Pétert. Nem, a döntés születik meg. Ennél szerintem... A kormányzati döntés születik meg ezekről. Na most az természetesen igaz, hogy Polt Pétert nem lehet kormányzati döntéssel leváltani. De el lehet indítani, nagyon helyesen mondod, olyan folyamatokat, amelyben persze Polt Péter akár még a helyén is maradhat, csak nem olyan ügyeket fog vinni, mint amilyeneket azt követően, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Hát meg ha már egyszer egy legfőbb ügyészt le lehetett úgy váltani, hogy egy politikus besétált hozzá, és végül is meggyőzte arról, hogy távozni ezt kell. Mi ne csináljuk. Ennek még lehet másfajta kultúrája. Igen, de hát ez egy vita már közöttünk is, hogy ezt mi ne csináljuk így. Én szerintem az jó, szerintem az elnök mondta, hogy tyúkpereket fog vinni. Tehát megmaradhat a helyén. Csak azok a neuralgikus ügyek, amelyek eddig az ő fennhatósága alá tartoznak, automatikusan majd az Európai Ügyészséghez fognak kerülni, akik ki fogják vizsgálni, hogy mi történt Magyarországon az elmúlt 4, illetve 8 évben. Azt írja az Index. Igen. Győzünk, mondta vidáman egy szavazó Gyurcsány Ferencnek, akit a család ismerhet, mert Dobrev Klára azonnal figyelmeztette, vigyázz Tamás, itt nem lehet kampányolni. Jaj, de jó! Ez jó, és ezek szerint az Index ott van, ahol Gyurcsányék szavaznak. Igen. Ezért aztán az elnök nincs is most velünk, mert állítólag sorban áll. Igen. Mert hogy ott is nagyon sokan vannak. Na most akkor fogóckodjál. Igen. Vannak olyan szavazókörök, ahol 38%-os már a részvétel. Az jó? Hát az brutálisan magas. Jól van. Aha. Lassan megérkeznek egyébként a 11 órás adatok, és most ez már... egy fotó csak, ugye? Ez nem élő, ez egy fotó. Igen. Akkor, ha jól látom, már leadta a szavazatát, nagy valószínűséggel útban van. Igen, vagy ide, vagy egy másik helyszínen. És hozzáteszem egyébként, hogy... Száguldó elnök. A Gyurcsány család gyermekei közül Anna és Tamás először szavaz országgyűlési választáson. Kire? Ők első szavazók, hát nagy kétségeim nincsenek, hogy kire fogják leadni a szavazatot. Na kérném szépen, mi a helyzet? Van telefonunk? Halló. Megpróbáljuk csak. Aha. És azt adásban szépen megvárjuk, hogy sikerül-e? Nem? Akkor most döntsétek el. Halló, van valaki a vonalban? Én nem hallok semmit. Én sajnálom, ha van valaki a vonalban, akkor ezek szerint nem jön. Én kapok különböző gesztusjeleket. Halló!
Jó, én szerintem ezt adjuk fel, ez ma nem fog összejönni, fiatalok. Még jó? Hát, ha összejöhet. Köszönöm szépen. Még de hát, jó. Hát igaz, hogy egyszer összejött. Így, azért mondom, igen, tehát ne legyünk kis hitűek ez ügyben. Hadd tegyem hozzá, igen, hogy ez egy kísérleti adás. Így. Tehát végül is mindent először próbálunk, nem figyelnek ide a kollégák, minden rossz helyen van, és minden rossznak mutat, és semmit nem hallunk, és semmit ne, minden nem igaz. Jó, hülyéskedek. Csak akarom aláhúzni, hogy mi most ezt próbálgatjuk, hogy 4 év múlva minden a helyén legyen. Így. És akkor hadd tegyem azt hozzá, hogy egyre hízik a sor a Bocskai úton, 400 méteres a sor. 400 méter? 400 méteres a sor, ami már a Diószegi utcán áll, és folyamatosan nő a tömeg. A pár kerületi lakost viszont előzékenyen kiszedik a sorból, és előre küldik őket. Csak ezt azt nem tudom, honnan tudják, hogy ki a kerületi lakos közülük. És a többi az ki? Oda átjelentkezett emberek, például, egyetemisták. Például egyetemisták, akik mondjuk ott laknak a kollégiumban. Aha. Meg a 11. kerületben nagyon sokan bérelnek lakásokat, például a lakótelepek környékén. És úgy döntöttek az egyetemisták, hogy ők akarnak szavazni, és ez akkor, is újdonság. Igen, tehát ők mondjuk Batonyától Nemesmedvesig laknak valahol, és átjelentkeztek, hogy ha már itt vannak, akkor ők innen szavaznának Batonyára, vagy Nemesmedvesre. Hogy az 4 évvel ezelőtt nem volt jellemző. De ez a korosztály... A 11. kerületben volt nagy sor, de ekkora azért nem volt. Uh-huh. Ja, nem ott volt a botrányos, hogy nem sikerült bezárni, ugye, időben a szavazóhelyiséget, emlékszel? Igen, a 4 éve volt, vagy 8? Az 4 éve volt szerintem. 8 éve lehet, volt. Hogy 8 éve volt. Igen. Igen. No, a Lázár János körzetében a legmagasabb a választási részvétel. A 9 órás részvételi adatok szerint az országos átlagot meghaladó részvétel van Csógrád 4-es választókörzetben, ahol egyébként Lázár János indul. Tehát nem lehet, hogy megismétlődik a csoda, és Lázár János nem az országgyűlési mandátumát is elveszíti. Nem? No, hát... Nem tudom. Itt csodafegyvereket vetnek be. Várjál, Zsolt, szeretnék valamit mutatni. Na, mesélj! Kérlek szépen, szeretnék szemlézni egy nem velünk barátságos híroldalt. Hát legyen. Ahol legalábbis akkor, amikor én ezt még kijelöltem, ez volt az élen. Magyarország választ, Orbán vagy Soros? Nem látom a szemedben a reakciót. Még megismétlem. Orbán vagy Soros. Ő szerintük a választás Orbán vagy Soros. Értem. Érted? Paranoia, elmélyedettség. Hogy kell Sorosra szavazni? Hát nincs ilyen név a listán, én értem. De hát meg kell ebbe hülyülni. Hát jó, de Magyarország válasz Orbán vagy Soros. De most a gyűlöletkeltésnek egy meglehetősen szélsőséges, engem a... Kimerem itt mondani, a 30-as évek Németországára emlékeztető gesztusok ezek. Ha már te említed, én nem hoztam volna szóba. Muszáj egy mondatot mondanom erről. Vitatkozhatsz is velem. Mondhatod azt, hogy én egy hülye vagyok. A németek a világ egyik legfelvilágosultabb, leghumánusabb, legdemokratikus lelkületű népe. Tudod, hány év alatt sikerült ebből a népből nácit csinálni? 5. 5 év alatt, 1928 és 33 között, ugye jött egy pali, aki újjal mutogatott arra, aki miatt a németeknek rosszul megy. 5 év alatt nácivá tette a túlnyomó többséget. Na jó, ezt akartam csak mondani. És akkor most nézzük meg, Gyurcsány Ferenc szavazott. Ország, csak is az emel fel, csupa lehetőség, csupa szabad ember, ami neked is jár, ahol van esélyed.
Lehet nagy a múltunk, lehet ezer éves, szolidaritás kell a gyerek éhes. Legyen ez a fontos, legyen ez a lényeg. Legyen szíved, legyen szabad, mutasd meg bátran önmagad, egy jobb hazáért dolgozunk. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthonunk, ne vigyen más felé az út. Soha ne feledd el, csak a szeretet kell, legyen ez az ország egy szuperebb hely, hogyha ez a szendék, ez az akarat hajt. Soha ne feledd el, csak a szeretet kell, meg a felemel szív, meg a felemel fej. Gyere, sikerül, hegy, gyere, sikerül majd. Legyen szíved, legyen szabad, mutasd meg bátran önmagad, egy jobb hazáért dolgozunk. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthonunk, ne vigyen más felé az út. Legyen szíved, legyen szabad, mutasd meg bátran önmagad, egy jobb hazáért dolgozunk. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthonunk, ne vigyen más felé az út. Legyen szíved, legyen szabad, mutasd meg bátran önmagad, egy jobb hazáért dolgozunk. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, Európa az otthonunk, ne vigyen más felé az út, más felé az út. Vadai Ágnes kampányfilmjét láttuk, és hadd mondjam el, hogy Vadai Ági ugye ez az Esztergom Dorog választókörzet képviselőjelöltje, és ez az egyik legnehezebben meggyógyulható körzet, igen. Nagyon erős jobboldali kötődéssel, sok kicsi faluval, és Ági brutális munkát rakott ebbe bele. Tehát tényleg az embereivel, akiknek szintén köszönet, és az ország minden pontján köszönet a rengeteg DK-s aktivistának és tagnak, akik fáradtságot, időt, sokszor saját pénzt sem kímélve járták az országot, és Ági is elképesztő munkát tett ebbe bele, úgyhogy itt is abban bízunk, hogy jól fog szerepelni, és a Demokratikus Koalíció listájára, a hármas számú listára sok-sok szavazat meg tud érkezni, amivel lendíthetünk a kormányváltás. Igen, örülök, hogy ilyen híreket mondasz, mert a velünk nem feltétlenül barátságos hírportál pedig azt írja 11 óra 8 perckor, Lomnici Zoltán is szavazott. Ezt aki küldött egy képet, igen, és azt írta alá. A szavazófülke magányában a nemzetünk jövőjére gondoltam, amikor voksoltam. Mi is? Mi? Hát ezt akarom. Nem ebben különbözteti igen, meg magát, igen, azt gondolom. Igen. Viszont ugye Szijjártó Péter megint elmondta azt a mondatot, amin én mindig elmorfondírozom egy picit. Ez az ország, ugye itt szól a mondat, hogy azt szeretném, ha ez az ország keresztény és magyar ország maradna. Hogy hangzik ez mondjuk, ha ez megtetszene mondjuk a románoknak? Azt szeretnénk, ha Románia román ország maradna. Szlovákia esetében. Ha azt mondaná az ottani miniszterelnök, hallgassuk meg a mi fülünkkel. Azt szeretnénk, ha Szlovákia szlovák ország maradna. Ugye milyen furcsa? Tehát én ezt értem, hogy ez embereket mozgósít. Ja Istenem, de jó lenne, nehogy elveszítsük Magyarországot. És akkor itt mi lenne, ha nem Magyarország lenne? De ha ezt kifordítjuk és a másik szájába adjuk, akkor azt hiszem ez nem esne nekünk jól. Hát egyrészt nem esne jól, másrészt pedig az összes ilyenben van egy ilyen kirekesztő. Mint hogyha mindazok, akik nem a Fideszre szavaznának, már pedig reméljük ebben. Azok azt akarják, hogy ez ne Magyarország legyen. És én azt gondolom, hogy ma többen lesznek azok, akik nem a Fideszre szavaznak, mint akik a Fideszre szavaznak. Nem, mérgetve. Igen. Akkor azokat kvázi megpróbálják beskatujázni egy olyan helyzetbe, hogy azok akkor nem is magyarok, vagy nem a nemzet részei. Igen. Már pedig kikérem magamnak, vagyok én olyan magyar, mint bármelyik fideszes. Még egyet szeretnék még délre is elmenni ezzel a gondolatkísérlettel, Szerbiába.
Amikor Milosevic azt mondta, mert Milosevic mondott ilyet, hogy azt szeretnénk, ha Szerbia szerbország maradna, akkor elindult a koszovói háború. Mert Koszovóban elég sok albán volt, nem lett jó vége ennek a mondatnak. Na, csak ezt akartam mondani. Viszont Gyurcsány Ferenc, ha már szavazott, akkor egy rövid gondolatot is jó. Elengedett. Este 6-kor okosabbak leszünk, mondta Gyurcsány Ferenc az Indexnek, hozzátéve, hogy ő nagyon bizakodó a magas részvétel miatt. Azt mondta, hogy zavargásokra egy fideszes kudarc esetén sem számít, nem is lenne az jó, csak ártana mindenkinek. Arra számít, és ez egy fontos mondat lehet még ma este, hogy politikailag a Fidesz kisebbségbe kerül. Ami azt jelentheti, hogy a szavazók többsége úgy dönthet, hogy a Fidesz kisebbségben van, a szavazatokat számítva. Az nem biztos, hogy mandátum arányban is. Ezt kifejtenéd pontosabban, mert ez fontos. Az, hogy szavazatokat, ha csak a szavazatokat összegezzük, akkor nagy valószínűséggel a Fidesz kisebbségben lesz, mert több olyan lesz, aki nem Orbánra és a Fideszre szavaz. Sajnos. Politikailag kisebbségbe szorulni nem biztos, hogy azonos. Sajnos. Parlamenti kisebbségbe szorulni, világos. De ennek lehetnek súlyos következményei. Igen. Ehhez még hozzáteszem azt, hogy ha történetesen mondjuk egy szavazókörzetben 3 jelölt van, a fideszes kap 34-et, 34%-ot, a másik 2 33-33-at, akkor a fideszes nyer, miközben ellene 66% szavazott. Igen. Hát ezt találták ki. Igen. Hát akkor van friss adatunk. Na mond. A 13 óráról, meg is tudjuk, bocsánat, a 11 órás adatról, hát amit látok itt a monitoron, az azt jelenti, hogy 30%-os részvétel, ami hát egészen döbbenetes, az 6%-kal több, mint 2014-ben. Tehát most, ha akkor 61%-os volt a részvétel, akkor most nagyjából 67%-nál tartunk, ha ugyanezt az ütemet tartjuk a végéig. Nyilván. De az is lehet, hogy ez még több lett, ez még több lehet. Mindenesetre azok, akik azt gondolták, hogy nem lesz elég tétje a választásnak, akik azt gondolták, hogy ez egy lefutott választás, hogy itt csak az a kérdés, hogy Orbán mennyivel nyer, azok azt gondolom, hogy most sűrűbben nyelnek. Hát izgalmas a dolog, nem tudjuk, hogy kiket sikerült jobban aktivizálni, kiket sikerült otthon tartani. Ha mindenki elmegy, akkor legalább megtudjuk, hogy az közvélemény az a tömeg, amelyik azt mondja, hogy elmegy szavazni, de nem mondja meg, hogy hova. Ugye ez szokott lenni a legnagyobb közösség. Arról most ki fog derülni, hogy hova szavaz. Vannak még korábbi adataink is, csak hogy kicsit játszunk matekot. Ugye 2018-ban ez most gyakorlatilag 30%, 29,93. 2014-ben ez az adat 23,22. Ho. 2010-ben 24,78, 2002-ben 26,37. Tehát 2002-ben, amikor nagyon magasnak számított a részvétel, akkor 70% környékén volt a részvétel, meg is haladta, ha jól emlékszem. Tehát ahhoz képest is több mint 3%-os előnyben van a jelenlegi adat. És akkor most megnézhetjük azt, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, hogyan és mit nyilatkozott a szavazás után. Nem egyik ő sem tudja, azt gondolom. Fordítsd a két lépést és róla a fényét. Az előzetes adatok alapján, illetve felmérések alapján mire számít? Hát az nagyjából eldőlt, hogy elég magas lesz a részvétel. Én azt remélem, hogy ez valami újnak a kezdetét jelzi. Lent voltunk a városban kora reggel óta. Zsibong a város, nagyon sokan vannak kint az utcán, jó hangulat van. Nyilván én önökkel találkozom, és azok állnak szóba belőlünk, akik kormányváltást akarnak. De hát minden más ilyenkor már egy tenyérjóslás. Nem elemző vagyok. Este 6-kor van az utolsó programom, addig még ezt csinálok. Azt szeretném nekik mondani, hogy engedjék meg, hogy mi kapjuk vissza a jogunkat. Sokat szor mondom el, hogy
Nyugodtan. Magyarságunk az bennünk lakozik, ha bennünk van. És ahol tartjuk, tartom én is magamat, amit a teljes magyar politikai osztály osztott 2010-ig. A Fidesztől az MDF-en át velünk bezárólag, hogy azok döntsenek, akik utána viselik a döntésük következményét. Az, amikor azért küzdök, hogy visszakapjuk a jogot, ez nem ellenük szól, hanem magunkért szól. Magas rész után ez 100%-osan mire számít? Azt gondolom, hogy a Fidesz érdemben kevesebbet fog kapni, mint amit érnek nekik. Azt feltételezem, hogy érdemben 40%-at ez a támogatottságuk. Politikai értelemben mindenképpen kisebbségbe fognak szorulni. Hogy az ő választási rendszerük alkalmassá teszi azt, hogy politikai kisebbséggel többségbe kerüljenek a parlamentben, ezt nehéz megmondani. Soha nem tekintettem legitimnek ezt a választási rendszert, ez politikai ügyeskedés, nem lehetően egy párti ez a rendszer. Ne adja az Úristen, de ha így lesz, akkor iszonyatos bajban lesz a Fidesz, mert alapvetően tartalmi értelemben kisebbségben kellene kormányozni, törvénytelen módon. Ami tartós elégedetlenséget, szembenállásról előállítani. Azt remélem, hogy az ellenzék és a demokratikus ellenzék sikerét ígérik az eddig megismert számok, és holnaptól egy új kormány megalakítása a előkészületei lesznek a pillanatban. Említette, hogy ha a Fidesz eredetileg rossz helyzetbe kerül, akkor zavargások lehetnek. Számít arra, ha ugye ebből, amiről most beszéltél, az is következik, hogy majd lesznek. Ilyesmire számít? Nem, zavargásra nem számítok. Soha nem is mondtam ilyet. És dacára annak, hogy mondjam, azt hiszem, elég áldáz ellenfele vagyok ennek a kormánynak, nem is javasolnám Magyarországnak. Szóval az nem igaz, hogy bármit meg lehet tenni a kormányváltásért. A viszonylagos nyugalmat, békét meg kell őrizni, és ezen keretek között kell kormányváltást elérni. Nem azt mondom, hogy lesz egyfajta tartósodó elégedetlenség, szembenállás, feszültség, legitimitás hiányos kormányzás egy ilyen esetben, amely lényegében meg fogja akadályozni, hogy a Fidesz komoly dolgokat csinálhasson ebben az országban, mert nem lesz hozzá egyszerűen politikai többsége. Nem kívánom az országnak, hozzáteszem a Fidesznek sem, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. Ők is veszíteni fognak rajta, meg az ország is, nyilván kormányváltást szeretnék. Utolsó kérdés, ha van valakinek még. Magas részvétel Jóránynál nem tartott, hogy a demokratikus koalíciónak problémája lehet a parlamenti küszöbelérés? Ó, nem, egyáltalán nem. De hát az egyszerű matematika most azért hosszan nem fog magukkal számolgatni. De akkor, ha én azt mondom, hogy a DK-nak van 10% egy 65%-os részvételnél, akkor 75%-os részvételnél ebből a 10-ből 8,6 lesz. Tehát itt nincsnek azért drámai különbségek. Az a kérdés, hogy egy átlagos részvételnél valaki stabilan parlamenti párt-e. Mi ezt a munkát elvégeztük, ebből egy közepes párt lesz. És azt gondolom, a magas részvétel inkább azoknak kedvez, az eddig tapasztalataink alapján, akikben ott lappangott a kormányváltó szándék, csak nem hittek a győzelemben. Most úgy látom, hogy megnövekedett ez a hit és erős lett. Egy nagyon bizakodó vagyok. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Azért elképesztő az 21. század, hogy az előbb ott voltál felvételről, ez áruljuk elő, hogy ez felvétel volt, ez viszont most élő. De ha 10 perc különbség van... De hogy közlekedsz a városban? Autóval. Nyilván autóval. Autóval. De autóval. Lehet, hogy sokkal többen vannak kint a városban, mint egy szokásos vasárnap. Ilyen tájt. Mozog a város pokolian, zizegnek az emberek továbbra is. Mondom, fesztivál hangulat van. Én azt remélem, hogy ez nekünk jó. Jó. Igen, ezt sokféleképpen lehet értékelni, és ebben én most nem is mennék bele. Áldás utcában volt. Igen. Az érdekel engem, hogy amikor meglátnak téged, azt hiszem felismernek, ugye? Helyjel közben. Néha még a nevedet is tudják, hogy ebből le lehet közben. Mert az valószínűleg egy ottani közösségnek egy átlag mintája. Igen. Mit hozz le ebből, ahogy hozzá, ahogy téged megszólítanak? De azért nem tudok nagyon egyszerűen válaszolni, mert én nagyon régóta nem találkozom ellenséges megjegyzéssel, beszólással. Nem nagyon. Szóval nagyon ritka ez. Kérdezz engem. Hát lehetően többször. Ma a mondjuk a régi nevű Moszkva téren volt egy
egyetemista fiú, aki ellentétesen mozogtunk a mozgó lépcsőn, és átszólt, hogy ha egyszer lemondott, akkor most miért indul újra? Ez volt a, ez volt a legbrutálisabb beszélés. Igen? Igen, az ez egy értelmes kérdés. Igen, az Áldás utcában meg csak olyanok szólaltak meg, jöttek, szelfit csináltunk, kezet fogtak, akik barátságosak, miközben nem ismerem őket természetesen, vagy nem mindenkit ismerek, találkoztuk egy-két ismerőssel. Nagyon türelmes volt a választási bizottság, talán így hívják, vagy a szabadszedő számláló bizottság, miközben a média pukollá tette az életüket. Ugye Áldás utca, ez egy környékbeli általános iskola, hát picik osztálytermek vannak, hát telezsúfolódott az nem tudom hány kamerával, ott levegő nem volt, de végtelen elegánsan, türelmesen ők is, meg akik, hát mondjam, vártak a sorukra, vették tudomásul, hogy ez most egy picikével bonyolultabb és hosszabb lesz. Beszéltél itt ebben a riportban arról, ugye, hogy milyen következményei lehetnek a bármilyen kimenetelnek. Igen. Szóval, nézzük, az egy pokoli egyszerű és kívánatos helyzet, hogy a demokratikus ellenzék győz. Micsoda? Az egy pokoli egyszerű és kívánatos helyzet. De ezek a pártok közel vannak egymáshoz, ezeknek a koalíciós képessége nagy. Tehát politikai értelemben egy rendkívül tiszta helyzet. Egyel bonyolultabb helyzet, hogyha az ellenzék együtt veri meg a Fideszt, de annyira, hogy parlamenti többsége is van, mert ott olyan távolságokat kell áthidalni, amikor a Jobbik és közöttünk van. Ez már egy bonyolultabb igen, politikailag. Értem. Ugye erről beszéltem a héten többször, hogy akkor sem lehet visszaadni a kormányalakítási lehetőséget. Az az ellenzéki párt, amelyik ilyenkor nem hajlandó együttműködni a Fidesz rendszerének lebontásában, azt meg fogják büntetni a választók, mert akkor azonnal egy új választás jön. Ez világos. Igen. És van még egy nagyon nehéz lehetőség, amikor a Fidesz úgy szerez picike többséget a parlamentben, hogy közben pedig érdemben sokkal kevesebb szavazatot kapott, mint a vele szemben állók. És akkor a kisebbségből fabrikált magának ezzel a elképesztő törvényével. Ezt mondtam el a Zsoltnak néhány perccel ezelőtt, hogyha hárman indulnak, egy fideszes, két nem fideszes, és 34%-ot kal nyer a fideszes, és 33-33%-kal marad alul a másik kettő, hogy gyakorlatilag 66%-ot kapott ellene, és mégis ő lesz a mandátum. Teljesen természetesen ebből az következik, hogy, és ezt is fogom képviselni, ne adja az Isten, hogy ez következzen be, mert győzni akarunk, hogy kérem szépen ti, törvénytelenül kisebbségből uralkodtok fölöttünk. Hát nem törvénytelenül. A szó illegitim módon. Azért nem használom az illegitim szót. Mi szemben áll az illegális. Így van, mert hogy a nézőink nem biztos, hogy mindenki jó, ezt a kifejezést, de ha úgy tetszik, akkor illegitimek vagytok, kisebbségben uralkodtok. Vegyétek tudomásul, hogy ez a kormányzás nem támogatható, nem elfogadható, nem vagytok a mi kormányunk is, fennfogul egy iszatos feszültség. Igen. De hát egyelőre a választási törvény ilyen. Elnézésedet kérem, de megígértem egy telefonálónak, hogy felteszek neked. Na. Két kérdést. Ő tette fel azt, hogy mi van az ukrán nyugdíjasokkal, ez az egyik. Ez szerintem könnyebben megválaszolható. A másik az, hogy mi lesz az ő végletesen lecsökkentett rokkant nyugdíjával? Úgy van. Egyik sem túl bonyolult. Rokkant nyugdíj ügyben 10 és 14 között valami iszonyatos beavatkozás történt, és nagyon sok abból ilyen tízezrek vannak, méltánklanul elvették a rokkant nyugdíjak egy részét. Most képzeljék el, hogy valaki már 10 éve rokkant nyugdíjas, ott van már 50 fölött, és most jön egy új orvosi bizottság, és azt mondja, hogy hát maga nem 76%-os egészségkárosodott, csak 39. Ugrott a nyugdíja fele. Igen. Elképesztő. Azt mondja a DK programja, hogy ki kell nyitni, mondjuk egyszerűbben a rokkantsági nyugdíjfelülvizsgálatok méltányossági rendszerét, aki úgy érzi, hogy vele tisztességtől bántak el, az fog kapni egy tisztességes orvosi bizottságot, hogy igazolja, hogy ami vele történt, az tisztességtelen, szakmaiatlan, és így tovább. Ez nyilván erkölcsi rehabilitáció lesz az elején inkább, mert hiszen annyi pénzről van szó, amennyit nagyon hamar nehéz. Hát ez el van költve, az be van állítva a költségvetésbe, amit tőle elvettek. Azt a költségvetésben nyilván újra kell kalkulálni. De azt nem is merném megígérni, de nézzék el nekem, nekünk, hogy nem dobálózzunk itt 10 milliárdokkal, hogy visszamenőleg is kifizetjük
az, ami történt, ezt nem is merném megígérni. Azt merném megígérni, hogy az új megállapítás alapján rendbe tesszük előre a nyugdíját. Ezek nem nagyon nagy pénzek, Tisztán. Szóval itt az a dráma, van egy pár ilyen ügy, de ilyen a rendvédelmi dolgozóknak a szolgálati járadéka például a kokáért, hogy pokoli sok embert megsértettek, pokoli sok embernek tették nehézé az életét, és költséget is hordulni, itt nem nagy pénzekről beszélgetünk. Tehát éz és értelem nélkül, én pontosan tudom, mert csináltam, hogy mondjam, átfogó költségvetési programokat 2006-ban, akkor mi is vizsgáltunk ám ilyeneket, tehát eszébe jut az embernek, kiszámolja és rájön, hogy hát sok ember megsértesz, és nincsen érdemi költségvetési kiadás csökkenés, úgyhogy hagyni kell ezeket a csodába. A legnehezebb időszakban sem nyúltunk épp ezért hozzá, most azon túl, hogy méltánytlanak is gondolom, de a ukrán nyugdíj biznisz, az egy egyszerű történet, azonnal fel kell mondani az ezt lehetővé tévő nemzetközi egyezményt. Ti meg tudtátok volna csinálni? Hát ha van még fél év kormányzás, akkor már nem lenne ez az egyezmény. Elvittük a parafálásig, fordítsuk de ez, le. De ez nekik hozzá kell járulni, vagy van egyoldalú felmondás? Van, persze. Hát minden megállapodás. De nemzetközi szerződéseket, ha lehetséges, akkor megállapodás alapján. De jutottunk, le van írva, tudom, hogy mi az új szöveg. De lehet mást is, emellett még azt is meg kell csinálni, hogy hát végére járunk annak, hogy tényleg lakik abban a házban 200 ember. Ott valaki nem közokiratot hamisított, nem kérlek szépen. Hát persze. De mi többször szorgalmaztuk, hogy ezt tegyék meg, és valami, nem teszik meg. Akkor a nyomás, hogy el is kezdődött valami, ez nem igen. Kétséges, tehát valami ott már mozog ebbögött, alapvetően DK erőfeszítései vannak. Pár hónap alatt le lehet ezt állítani. Ebben biztos vagyok. Jól van. Lenne egy nagyon nagy kérésem itt a beszélgetésben. Pihenj egy picit le. Jó? Mikor? Most. Nem tudok lepihenni, mert megyek a 15. kerületbe, a 4. kerületbe, a 13-ra, megyek Dunakeszire, adok még egy svéd újságnak interjút itt ma délután, este 6 órakor még lángos partit csinálunk a Kossuth tér környékén, este 7-ig megy ez. Inkább azt kívánják nekem, hogy holnaptól se tudjak pihenni, akkor jó szerepeltünk. Jó, nagyon szépen köszönöm, én hogy köszönöm. Eljöttél. Mi akkor a magunk részéről most? Egy újabb jelöltet fogunk bemutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem egyikünk sem. István vagyok, Hajdú 3, országgyűlési képviselőjelöltje. Én a DK színeiben indulok ezen a választáson, úgy, hogy nem vagyok a DK-nak a tagja. Én a Magyar Szolidaritás Mozgalom tagja vagyok, amely egy civil szervezet, és a Demokratikus Koalícióval kötött együttműködés alapján kaptam lehetőséget a megmérettetésre. Nekünk a Szolidaritás Mozgalomban céljaink vannak. Többek között, hogy a munkavállalói jogok legyenek kiszélesítve, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő mércével legyen mérve, és az, hogy ebben az országban ne pártkapcsolatok alapján, hanem tehetség és szorgalom alapján lehessen érvényesülni. A DK programjában megtaláltuk azokat a garanciákat, amelyek benne vannak, hogy egy sokak által élhető jobb Magyarországot lehet teremteni. Azt kérem Öntől, hogy 8-án menjen el szavazni, és az egyéni lista második helyén szavazzon rám, a pártlista harmadik helyén pedig szavazzon a Demokratikus Koalícióra. Köszönöm! Szóval, aki nem tudta, az most megtudta, hogy a hármas lista, a Demokratikus Koalíció listája. Kérem szépen, 5 perc múlva dél, úgyhogy mi is elmegyünk most egy picit pihenni, ezt tanácsoljuk önöknek is, és körülbelül fél óra múlva ismét visszajövünk, folytatjuk, ne menjenek messzire, ahogy szokták. Szavazz a Demokratikus Koalícióra, a hármas számú listára.